Ha a nap közgyűlése elfogadja jövő héten az olimpiai reformot, akkor realitássá válhat a budapesti ötkarikás játékok álma, hiszen Meghívásos pályázatok lennének majd a jövőben, komoly NOP támogatással, így már 2024-ről is szólhat a terv, amelynek anyagi költségvetési hátteréről kérdezzük. Péter korábbi pénzügyminisztertől vennék jó reggelt kívánni. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, kívánok. Üm, ugye én most megnéztem, sem a Budapest Olimpiai Mozgalom rendes, a pártó tagjai között nem találtam a, a nevét. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy azért ezt a Budapest Olimpiát ennyire aktívan nem támogatja? Nem, nem erről van szó, arról van szó, hogy az a feltételrendszer, ami korábban működött. Uh -huh. Uh, ahol, ha az utóbbi éveket megnézzük, lé lényegében óriás metropoliszok tudtak egyáltalán pályázni olimpiára, és ők lehettek képesek uh, nagy olimpiákat szervezni, és még ne nekik is olykor meghaladta az erejüket, abban a feltételrendszerben Budapestnek különösebben sok esélye nem volt, tehát az inkább tényleg egy álmodozás kategóriába esett. Az a, az a változás uh, esély, ami most uh, december 9-én esetleg uh, valóságá válhat, ahol lényegében közepes nagyvárosok nem is feltétlenül csak városok, hanem országok, nemzetek. Összefogva a, több, van, a Rendezhetnek úgy olimpiát, hogy az infrastrukturális beruházási igény is észszerű mértékűre szorítható. Úgy azt gondolom, hogy ez, ez már egy meg, megfontolható realitás lehet. Egy-két helyen elmondtam, hogy innentől lehet érdemes róla gondolkodni, ettől most hirtelen mindenki kérdezi a véleményemet. Nem volt, a, nem volt elég időm ahhoz, hogy egyébként még akár pártoló taggá is várjak hirtelen. A ö, ö, Há, világos, de az a lényeg, hogy idáig az az olimpiai struktúrain volt, abba abba ez tényleg egy budapesti olimpiai mozgalom, az inkább budapesti ö, olimpiai álommozgalom. Így van. A a, úgy látta. Én azt gondoltam, Aha. hogy ahhoz olyan mértékű Minden. és később alig hasznosítható infrastruktúrális beruházások kellettek volna, bőven meghaladta volna bármikor az ország erejét, akár most, akár korábban. Hogyha a szabályozás változik, tehát ha tényleg van lehetőség olyan típusú olimpiát szervezni, ahova nem kell később lényegében kihasználhatatlan mértékű beruházásokat csinálni, akkor viszont kifejezetten kecsegtető lehetőség lehet egy olyan országnak, aki ezáltal imidzset növelhet, látogatottságot növelhet, esetleg elindíthat olyan változásokat, amiből aztán később profitál. És mit gondol, hogyha ezeket a kereteket a, a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ebbe az irányba mozdítaná el, akkor is Budapest magában gondolkozna ezen, vagy pedig érdemesebb partnert szerezni a régióból, a térségből, Zágrábot, Bécset? Nem folytatom. Szerintem korai ez a kérdés, tehát igazából nem gondolom, hogy a tervezés az itt tartana, hogy erről, erről tudnánk konkrétumot mondani. E, igazából önmagában Budapest, e, illetve Magyarországon belüli városok is lehetnek olyan partnerek, amiben érdemes gondolkodni a jelenlegi fejlesztési folyamatok akár egy 2024-es dátumra elérhetnek odáig, hogy az országnak magának már alig van szüksége plusz infrastruktúrális beruházásra, de ezek a fejlesztések most nem csak Budapesten zajlanak, tehát az ország különböző pontjain. Hát meg folynak a gyakorlatozások, éppen ugye most egy női kézilabda Európa-bajnokság tesztel, komoly 7500 5000 8-10 es csarnokokat három helyszínen is. Azonban a jövőben bármikor is olimpiát lehet -e rendezni jelentős és döntő állami támogatás nélkül. Nem, tehát azok... Tehát igazából... Nem, nem, valószínűleg nem. Ü, igazából a Magyarország számára az izgalmas kérdés, hogy Magyarországot vegyük példaként, hogy mire elérhet egy olimpia szervezéség, addigra egyébként amúgy is elvégezne olyan beruházásokat amik már nagyon közeli állapotba hozzák ahhoz, hogy egyébként olimpiát tudjon szervezni. Ezek, ezeknek a beruházásoknak a nagy része az állami beruházás, de az állami beruházásoknak lehet értelme akkor, hogyha annak van mire hasznosulnia. Tehát nem gondolom, hogy olimpiát lehet szervezni állami infrastruktúrális fejlesztések nélkül, de ezek az állami infrastruktúrális fejlesztések egyébként is lehetnek hasznosak, ha az úthálózatot érint, ha a sportinfrastruktúrát érint, sok minden mást érint. Ö, hogyha a kedve, számunkra kedvezően alakulnak a, a, a változások a NOB-nál, akkor mekkora, egy 2024-es olimpia, az, az, az mekkora költségvetési tehervállalást jelent? Nem tudom ezt most uh -huh. megítélni, tehát azt gondolom, hogy... Az a lényeg, hogy addig mi van például infrastruktúrális fejlesztésbe belekódolva az addig költségvetésekbe. Így van, de azok, azokra azt gondolom, hogy már megszülettek a döntések, tehát a mostani, mostani fejlesztések azok, azok, olyan folyamatok, amik, amikhez, hát most intuitíve lehet azt mondani, hogy jelentős további olyan infrastruktúrális fejlesztés mert lehet, hogy nem kell, ami, ami, nagyon megterhelni a költségvetést, és a mostani fejlesztési folyamatoknak lenne egy célja, lenne egy értelme, igazából azoknak a hasznosulása az sokkal biztosítottabb lehetne. Egy ilyen ö, írtozatos méretű rendezvény esetében ö, hol lehet a költségekkel, a tervezéssel, állami részről jó sok évvel előre kell gondolkodni rajta, nagyon elcsúszni vagy mellé nyúlni? Hát erre sajnos vannak nagyon rossz példák. Tehát, ja. ha megnézzük a Rioi vagy a Szocsi folyamatokat, akkor látszik, hogy az eredetileg el kijelentett számoknak a sokszorosa. Hát például ki de, lehet lopni sok pénzt ezekből. A... Nem akartam ilyen keményen fogalmazni, hát, de. de hogy szó, igen, igen. De, Tehát a transzparencia hiánya az, ami egyébként egy ilyen típusú folyamatot az borzasztóan megdrágíthat. Tehát ha Budapest vagy Magyarország bármilyen módon is ellép ebbe az irányba, akkor akkor elemi érdek, hogy egyébként ez transzparensen ellenőrizhetően és ezáltal jól tervezhetően történjen. Az nem hiányzik az országnak, hogy egy, egy adott összeget tervezen költségvetési teherként a beruházások területén, és aztán kiderüljön, hogy ez tízszer annyiba került végül. De az egyébként, hogy amit tervez az ember, és hát majd Isten vége szóval, hogy ez nem ugyanannyi lesz, az várható mindenhol. Csak az a nagy kérdés, hogy tízszerese, vagy pedig kicsit csúszik el, nem? E igen, bizonyos százaléknyi eltérések azok benne vannak a rendszerben mindenhol. Ilyen mértékű, ilyen komplexitású beruházások pontos forintra történő megtervezés megtervezése szinte lehetetlen, de a nagyságrend megtervezése pedig lehetséges. Tehát azt gondolom, hogy ebben. Ebben akár még egy jó pedigrét is szerezhet az ország a későbbiekben, hogyha belevág ebbe a folyamatba, és az annyiba fog kerülni, amennyit előre számítunk. A mennyire fontos egy ilyen tervezésnél, vagy mennyire lehet egyáltalán tervezni olyan típusú számokkal, olyan típusú beruházásokkal, ami ugye nem konkrétan sporthoz kötődik, hanem infrastruktúra meg idegenforgalom. Ebben, ebben mondjuk hogy áll a Magyarország, milyen állapotban, amit gondol? Azt gondolom, hogy itt bőven elkél infrastruktúrális fejlesztés. Az egy szerencsés, szerencsés, folyamat érinti a tekintetben Magyarországot, mert egyre népszerűbb turista, turista destináció. Tehát itt olyan úthálózatbeli turista destinációbeli fejlesztések is elkélnek az országnak, amit hogyha egyébként egy olimpiai pályázatra felhúzva megfelelő célokkal tud finanszírozni a költségvetés, és a költségvetési források mellé értelemszerűen piaci beruházási forrásokat is be lehet vonni, mert egy ilyen típusú folyamat be lehet vonni, az azt jelenti, hogy egy olyan turisztikai infrastruktúra is marad az országnak, amit, amit később tud használni. Ez, ez, lehet a leginkább pozitív folyamata egy ilyen típusú fejlesztésnek, hogy, hogy olyan Könnyen elérhető és később is használható fejlesztések alakulnak ki, ami aztán megkönnyíti mondjuk a Ferihegyről bejárást, megkönnyíti a városban közlekedést, megkönnyíti az egyik városból másik városba való eljutást, és megkönnyíti azt, hogy mindezek elérhetőek és bemutathatóak legyenek a világ számára. A presztízs és egyébként csak szükséges beruházások közül mi az, amitől óvna? Tehát hol vannak a veszélyek, amikor olyat építünk, olimpiára készülve, ami utána ott fog hát, ránkomlani? Hát erre van egy csomó példa a világban. De ez a, hát látjuk ez, azokat a stadionokat. Így, igen, azok a stadionok és azok a kihasználatlan szálláshelyek jellemzően a legnagyobb a szállás veszélyek. A szálláshely a másik, igen, igen amikor az országot. De, hát illetve nem túltervezik, hanem akkor tervezik, amikor egy tervegy olimpiára szükséges. De egy, egy hol olyan városban, mert... ahol, igen, egy igen. Olyan városba, ahol később aztán nincsenek ekkora események, mind a sportlétesítmények, mind a szálláshelyek üresen tudnak állni, ezért nagyon fontos, hogy meglévő infrastruktúrára lehessen az olimpiát tervezni és megálmodni, és ne óriási fejlesztésekre, és ezért, ezért nagyon észszerű annak a mostani kezdeményezése. És hogyha ebben az észszerű, tehát hogy a kis ország számára is barátságosabb és vállalható irányba indulnak el, akkor onnantól kezdve támogatója lesz abszolút a dolognak? Én azt gondolom, hogy igen azzal együtt, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy, ez, tehát, hogy mindent el lehet rontani, mindent lehet rosszul csinálni nagyon sokféleképpen, és minden esélyben van valami jó lehet az országnak. Én azt gondolom, hogy az országnak az elkövetkező években nagyon fontos lesz, hogy megtalálja azokat a célokat, ahova a jelentősebb beruházási forrásokat úgy lehet irányítani, hogy azok a beruházások tényleg hasznosuljanak. Látható, hogy az országban pillanatnyilag is a, a annak annak irányításában megvan a hajlandóság a sportba való beruházásra, ha már egyébként ez így alakult, akkor azt érdemes olyan célok mellé tűzni, amelyek aztán tényleg gazdaságilag is értelmezhetőek lesznek az ország számára. És nem pedig azt mondani, hogy ha már elkezdtünk erre menni, akkor hagyjuk a francba és valami egész kezdeni. Ez logikus. Jó, meglátjuk, folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt. a meghívást.